az a különlegesség ennek a helynek, hogy így nem válik el élesen a így a szakmai létünk, meg a közösségi létünk. Éppen ez a kettő találkozik, tehát a közösség és a tehetséggondozás együttesen. És tulajdonképpen ezt meg kell tapasztalni, hogy mi. Konyhában is elég sok jó beszélgetést folytattam már le, úgyhogy ott volt egy biológus, egy filozófus, meg egy társadalomtudós, és beszélgettünk. Én még azt szeretem itt, hogy itt senki se ragaszkodik elvetemülten azért a tudomány területéhez. Tehát, hogy megvan ez a fajta nyitottság azáltal, hogy ennyi félék vagyunk, és ennyi szakról vagyunk. A tanárok és mondjuk a szakkollégista társak is így partnerként vagy kollégaként kezdenek már nagyon korán velünk szerintem szakkollégistákkal viselkedni. Kollegiális viszonynak itt van egy nagyon szép felhangja szerintem, amit külön hozzátesz. Tehát, hogy itt C betűvel írott kollégák vannak bizonyos értelemben. Úgy éreztem, hogy legalább, hogy nagyon sok tőlem idősebb ember érdeklődik, vagy érdekli az, hogy én be tudok-e illeszkedni, és hogy itt jól érezzem magam. Tehát így soha nem éreztem azt, hogy magamra vagyok hagyva, és így le vagyok téve, jó felvetetek, sziasztok, most már nem érdeklek senkit. Itt olyan emberekkel ismerkedtem meg, akikhez nagyon, nagyon kötődöm, meg akiket nagyon megszerettem, de akiktől, és ez nem volt korábban olyan nagyon jellemző az életemre, nagyon sokat tudtam tanulni. Jóval tartalmasabb és tartósabb kapcsolatok tudnak kialakulni hallgatók között, illetve hallgatók és oktatók között is. Szerintem nagyon fontos, hogy nem kell más, mint az, hogy érdekeljen a világ. A lényeg, hogy ők boldogok legyenek, kiteljesedjenek, azt csinálják, amit szeretnek, és az itteni tanárok ebben próbálják őket segíteni. És nem kell itt mindenkiből akadémikust képezni, nem ez a cél. Aki ide jön, és nagyjából elképzelése van arról, hogy mit szeretne, vagy hogy egyáltalán hova vették föl, azt már egy idő után motiválni fogja az a közeg, ami itt körülveszi. Itt találkoztam egy nemzetközi konferencia keretein belül egy olyan tudományterülettel, aminek a létezéséről előtte nem is tudtam, és most már igazából tudom, hogy én ezzel szeretnék majd foglalkozni. Olyan tanárokat kell meghívnunk, és olyan tanárokat szoktunk meghívni, ugye akik csak és kizárólag ennek a közösségnek tartják az órákat. Az ember sokkal hamarabb, mint egy átlag egyetemista bekerül a véráramba, így az egyetem véráramába.